bánnalat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni, most is új erőt ad és indulnak a fáklyások a Siklósi Várkertben a Nemzeti Összetartozás napjának estéjén. Immár hagyományosan itt emlékeztek a Baranyai Város szervezetei, polgárai a trianoni békediktátum évfordulóján a nemzeti tragédiára. Kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá. A fáklyák a Nagy Magyarország határait rajzolták meg a fényükkel, majd hazánk jelenlegi határait is megjelenítették, így mutatva meg, mekkora területeket vesztett az ország az első világháború után. 2020 volt az első Nemzeti Összetartozás napján megtartott rendezvényünk, amikor is a Siklósi Hagyományőrző Egyesület élén Puskás Zoltánnal megálmodta ezt a rendezvényt, és megkeresett minket, hogy mi lenne, hogyha egy nagyszabású rendezvényben összetrombitálnánk a város apraja nagyját. És akkor elkezdtük szervezni, először picibe, aztán évről évre nagyobb lett, és most jutottunk el idén oda, hogy egy egyórás műsort tudtak már összerakni a hagyományőrzőink, és mindenki, aki hozzájuk csatlakozott. Gyakorlatilag az egész város minden civil szervezete, intézménye és mindenki szerepet vállalt ebben. És egy meglepetés vendéget is tudtunk hozni Varga Miklós személyében, aki majd zárja ezt a csodálatos eseményt, egy két órás programot tettünk össze. Nem volt előtte Siklóson azon kívül Nemzeti Összetartozás napját megemlékező, vagy arra emlékező eseményünk. Azon túl, hogy természetesen a Trianon emlékeinket ilyenkor mindig felkerestük, megkoszorúztuk, és egy kis emlékműsorral készültünk, de nagyobbat szerettünk volna álmodni. És arról egy mondatot csak, hogy mennyire is aktuális ez a történet. Hát nekünk több településünk is, testvértelepülésünk a határainkon túlról, és amikor őket meglátogatjuk, akkor mindig azt mondják, hogy hát jó az az időszak, amikor nyugalmi helyzet van, és jó akkor is találkozni, de ilyenkor mindig meg tudjuk egymást erősíteni abban, hogy mi összetartozunk, és ha összefogunk, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. És szerintem ez az üzenete ennek a mai napnak, hogy nem hagytuk magunkat eltiporni, nem hagytuk magunkat szétszakítani. A lelkünk most is összefor a külhoni magyaroknak és a határon belül élő magyar nemzethez tartozó magyaroknak. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs. Azt is gondolom, hogy sűrűen kell találkoznunk, mert nagyon sokat tanulhatunk tőlük magyarságból. Én ezt mindig így szoktam mondani, mert sokkal jobban magyarok, és sokkal erősebben magyarok, mint mi. Én igyekszem tőlük sokat tanulni, és nagyon büszke vagyok, hogy közel 1000 ember megjelenik itt évről évre a Siklósi Várkertben, és emlékezünk, és minőségi rendezvényt tudunk tartani. Úgy látom, és ez a legfontosabb üzenet ennek, hogy a gyermekeknek is át tudjuk adni ezt az üzenetet. Itt vannak velünk a gyermekek, viszik a fáklyát, megkapják az üzeneteket, megkapják ezeket az érzelmeket és gondolatokat. Ez igazándiból, ez volt az indítatója ennek az eseménynek, és még egyszer hadd mondjam a végén ki, a Siklósi Hagyományőrző Egyesület és Puskás Zoltán és csapata nélkül ez nem jött volna létre. Az őrtüzet is meggyújtották, közben a színpadon zenei előadásokkal teremtettek az eseményhez méltó hangulatot. Az estet végül Varga Miklós koncertje zárta, akit még a fellépés előtt kérdeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról. Ugye június 4-e a magyarság történetében egy fekete időpont, de aztán ez most már 104 esztendeje történt, ez a trianoni gyalázat,
De 104 év alatt ez a magyar nemzet bebizonyította, hogy hiába próbálták eltaposni, belökni a történelem szemétdombjára, és itt vagyunk. Erősek vagyunk, erősebbek vagyunk, mint valaha, és a következő több ezer évet is itt kívánjuk eltölteni, úgyhogy ezért is lett a gyalázat napjából a nemzeti összetartozás napja, hiszen ezzel megfogalmaztuk számunkra a célt, hogy az összetartozással tudjuk a túlélést biztosítani. Hát Magyarország ugye most már egy kicsi ország, és a súlyunkhoz képest próbálunk meg küzdeni azok ellen a történelmi folyamatok ellen, aminek nem csak részesei vagyunk, hanem elszenvedői is. Tehát más dolgunk nincs, mint hogy a magunk meggyőződését hangsúlyozva próbáljuk a saját érdekeinket is valamilyen módon érvényesíteni. Annak ellenére, hogy ez a mai Európa, ez nem az az Európa, amiről mi álmodtunk annak idején, és ami vágyainkat mi ebben a dalban megfogalmaztuk, teljesen más felé jár Európa, és én ezt nem győzöm mindig hangsúlyozni, hogy egyet ne felejtsünk el, hogy Európa az nem azonos az Európai Unióval. És ebben bízhatunk, hogy az az Európa, amelyik évszázadok óta fent van, a maga kulturális örökségével előbb-utóbb győzelemeskedni fog az Európai Unió felett. Isten kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk. Fogjunk össze, kegyünk félre, magyar a magyar élél, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát élet ezért, megmaradásunkért. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.